Szent Imre Katolikus Általános Iskola növendékeinek műsorával vette kezdetét az adventi rendezvénysorozat Siklóson. Már az első vasárnapon sokan kilátogattak az ünnepi díszbe öltözött Mária utcába. A diákok előadása után a város polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Régl Gábor beszédében hangsúlyozta, hogy az egyik legszebb dolog az, ha közösen tudjuk megélni, értékelni az eddig elért eredményeket. Azon túl egyébként, hogy itt a következő néhány hétvégén áldott, békés, szeretetteljes ünnepet élünk, beszélgetünk és találkozunk egymással. Talán sokkal fontosabb az, hogy amit évközben nem tudtunk megtenni és elmondani, azt most évvégén ebben a néhány napban, néhány hétben megtegyük. A következő hetek jó alkalmat biztosítanak arra, hogy elcsendesedjünk és visszatekintsünk az elmúlt évben történtekre. Emellett azonban más fontos dolgokra is oda kell figyelnünk, hívta fel a figyelmet a polgármester. Azt szoktam mondani, és ezt érzékeljük egyébként városi szinten is, hogy egy kicsit több figyelmet tudunk szentelni, egy picit több figyelem jut azoknak az embereknek, akik vagy segítségre szorulnak, vagy olyan élethelyzetben vannak, ami ez a téli időszak, illetve a karácsonyi újévkezdési időszak nagyon megterhelő. A polgármesteri köszöntő és a kulturális műsorok után az adventi koszorú első gyertyáját is meggyújtották, és a Mindenki karácsonyfáján is kigyúltak a fények. Az ünnepi hangulatot a Sztárai Református Általános Iskola tanulóinak előadása is emelte.